Ebbe a szexuális szociális otthonba surrant be a tolvajnő, egészen meglepő dolgot próbált magával vinni. 3 kiló szürke harcsa filével távozott, ám hamar lebukott. Egy órán belül elfogták és előállították a lopással gyanúsítható nőt, aki akkor azt mondta, hogy csak a harcsafilét vitte el, és azt vissza is adta. Nem sokkal később viszont újabb bejelentés érkezett a rendőrségre ugyanebből az intézményből. Egy iratista telefonált, mert eltűnt a laptopja. A rendőrök a korábban már kihallgatott nő lakására mentek. A nő lakásán tartott kutatás során ez a készülék előkerült, így a nevelő otthon részére a kár megtérült. A gyanúsítottként kihallgatott nő beismerte a lopás elkövetését, és mivel nem volt ismeretlen a hatóság előtt, a korábban elkövetett cselekményeivel együtt üzletszerűen elkövetett lopás vétség miatt kell felelnie. A harcsa és laptop tolvaj nő tehát vélhetően hamarosan bíróság elé áll.